Erőt, egészséget, kedves bajtársak! De Galagin sem, Rapturom este szolgálatra jelentkezem, és mondta, hogy láthatjátok, hogy a Talos Principle 2-nek a demóját fogjuk a mai nap folyamán megnézni. Ugye a játéknak a demója október elejétől érhető el, sajnos eddig nem nagyon volt időm kipróbálni, de mondom, mindenképpen rá fogunk nézni, amint lesz egy kis időm, és az idő ez most jött el. Ugye, aki ismer az első részt, én mondjuk speciál nem, azt tudhatja nagyjából, hogy miről van szó. Ugye, mivel ez a második része a játéknak, hogyha valaminek megjelenik a második része, akkor az már azt jelenti, hogy az első is elég sikeres volt. Úgy, ha minden igaz, akkor november 2-től érhető el majd teljesen a játék. A játék stílusát tekintve egy ilyen rejtvény felfedezős, sci-fi világos dologban kell elképzelni magát a játékot. Úgyhogy meg fogjuk nézni, hogy milyen is ez a történet, mi is várhat ránk. És akkor meglátjuk majd utána, hogy nektek esetleg felkeltette az érdeklődéseteket, vagy nem. Ugye magyar nyelv egyelőre nem érhető a játékhoz, reméljük, hogy majd esetleg későbbiekben ez meg fog történni. De a Steamen ott magyarul szerepel elég sok minden a játékról, úgyhogy bízunk benne, hogy hát, hogyha érkezik hamarosan. Gépigényi tekintve úgy egy 8-os processzor, kell hozzá 16 giga RAM, egy Radeon RX 6800 vagy RTX 3070, ugye az ajánlott. De ugye kisebb, gyengébb kártyákon is, ugye 4 gigabájtos VRAM-mal rendelkező kártyákon is elfut 8 giga RAM mellett, meg egy 4 magos processzorral. Úgyhogy megnézzük, hogy milyen a játék, gyorsan belekukkantunk, ugye, és akkor majd eldöntjük együtt, hogy érdemes rá időt fordítani, vagy sem. Úgyhogy szerintem kezdjünk is neki, kezdjünk egy üres slotton, és akkor nézzük, hogy mi vár ránk. Eddig jó, eddig tölt. Igen. Ugye ez nem a teljes játék. Jó. Oké. Tudomásul vettük. Különböző idézetek. Repkednek itt. Oké. Itt valami rendszerindítást láthatunk. Igen. Ready. Teljesen ready vagyunk. Oké, hát robotok vagyunk, ahogy látom. Na, ja. Behold, child. Hello? You are risen from the dust, and you walk in my garden. Hear now my voice, and know that I am your friend, and I am called Elohim. Elohim. Oké. Ezt most egy picit halkra vettem már nagyon, úgyhogy egy picit adunk még rá hangot. Halljátok, hogy miről van szó. Meglátjuk, hogy így. Talán jó. Igen, tudunk sprintelni, nagyon jó. Ugrani, ó, egy picit gyors is ez a sprint. Érződik, hogy robotok vagyunk azért. Oké. Okay. Viszont elég hangos. Ez mi? Ah, az jó. Igen, és most? Ez
Szerintem ez majd később jó lesz arra is, hogy átugorjunk valamit, tehát hogy nem csak így nyitogatjuk a kaput. Az a grafikája amúgy rendben van szerintem, tehát ez a egyiptomi stílus ez nem olyan rossz. Bár ezen a részen mi még mindig nem jártunk a... This land is but a dream. Igen. You will stay here only for a little while. Soon you will awaken in a new world. But first, you must undertake the trials of initiation. They will help me prepare your vessel. Mondom, aki szereti az ilyen kirakósokat, azok biztos, hogy nagyon fog tetszeni a játék. Micsoda? Aha, itt meg kell szerezni ilyen darabokat. El. Aha. Ezt nem hozhatjuk ki innen. Oké. Okay. You may linger in my garden for as long as you wish. But remember, my child, that the new world awaits you, and this place is only a dream. Szerint kicseszel velem, ha? Tévedsz. Oké, okay, megvan az egyik. Nem volt egyszerű, de meg lett. Igen. Aha. Okay, the shapes you are collecting are not mere toys. They are symbols of the process by which our people were created. Well done, my child. Igen. És most? És hogy tudom kinyitni az ajtót, haló? Betettem ezeket a izéket, nem kellett volna kinyíljon az ajtónak? Vagy most mi? Mit csináljunk itt?
Be kell még játszani külön azokat a kis darabokat is, hogy úgy jó legyen. Oké. Aha. Jó, tehát ugye... Nem elég, hogy megküzdesz érte konkrétan még. Ez mi? Köszi. Igen. Oké, ez biztos, hogy így lesz, ez tuti száz. Hogy ezt innen levesszük, akkor ez nem fog működni. Ezt ugye felküldi oda, de nem tudunk rá fölugrani. Nem tudunk átmenni oda. Így meg lelök. Hogy tudnánk oda fölmenni?
most ilyen gondolkodós, de bárhogy töröm a fejem, nem jövök rá, hogy hogyan kéne oda följutni. Jump here. Mert ez így oké. Okay. De hogyha ezt ide teszem, akkor azt kidobja oda oldalra. Föl meg nem tudok ugrani. Nem vagyunk olyan magasan, hogy felugorjunk. Nem értem. Nem tudom, hogy lehetne itt fölmenni amúgy. Ez most itt megakasztott. Hogy lehet, hogy keresünk egy másikat. Mi az Isten ez? Igen. Ezt is bekapcsoltuk. Ez... Ez nem jó, hogy ez itt van. Tudom, most nekem be kéne oda jutnom? Aha. Oké. Ezt nem értem, hogy akkor azt miért lehetett bekapcsolni. Hogy azonnal elfújjon oda. Csak egyszerűen elég kellett tenni a dobozt. Jó, legalább ez is... Láttam ám, hogy csalsz, ne csaljál. De nem vagyok olyan gyors, hogy átérjek oda, mire az becsukódik. Mert egyből becsukódik. Innen... Aha. Így kell csinálni, jó?
Ahogy ezt nem tudom kihozni. Ezek egész könnyen mentek, de itt emennél, hogy ezt hogyan kell megcsinálni, hát ez... Erre nem jöttem rá, viszont erre, hogy hogy jutok föl oda. Tehát hogy tudok építeni egy olyan lépcsőt, amivel föl tudok menni oda. Mert hogyha én ráállok erre, és onnan ugrok, hogy nem visz föl. Jó, srácok, hát szerintem itt megakadtunk, úgyhogy ezt... Azért nem tudom, hogy hogyan tudnénk oda feljutni a izével. Na mindegy! Nagyjából láttátok szerintem, hogy miről szól a játék, tehát ilyen kis logikai, kis kirakós, kis okoskodós játék. Úgyhogy szerintem a grafikája is teljes mértékben rendben van, tetszenek a feladványok, azért egész jók, legalábbis eddig, tehát tényleg gondolkodni kell, figyelni kell, hogy mire való és hogyan kell beállítani. Most ugye ezt a utolsó darabot, hogy itt nem tudom megszerezni, lehet, hogyha egy kicsit még törném rajta a fejemet, akkor sikerülne, de ugye ez ilyen kipróbáltuk rész, ugye maga a játék is még ugye demo, tehát így kell nézni rá. Úgyhogy mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és akkor írjátok meg kommentben, hogy nektek mi a véleményetek magáról a kis játékról, szeretitek-e az ehhez hasonló stílust, játékokat. Do not be afraid of these dream figures and their messages. Oh, okay. They are merely aspects of yourself, as am I. After a fashion. Úgyhogy várok vissza benneteket legközelebb is, addig is jók legyetek, hajrá, sziasztok!